Jó reggelt! Áldott napot! Isten népe, ébresztő! Győztes, sikeres, áldott, teljes, királyi papság és szent nép. Isten népe, ébresztő! Halleluja! Nagy szeretettel köszöntelek téged, és van egy fantasztikus hírem a számodra, Isten a mai napon is nagyon szeret téged a mai napon is nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mélyen szeret és szerelmes belét. És ha még nem ismered Istent valóságosan, nincsen még vele kapcsolatod, nem ismerted még meg ezt a szeretetet, akkor a mai napon van lehetőséged megismerni. A mai napon van lehetőséged kedni Istenek a szeretetével. Hogyan tudsz megismerkedni Istenek a szeretetével, hogyha elfogadod azt, hogyan tudod elfogadni ezt a szeretetet? Hogyha elfogadod Jézus Krisztus az ő fiát, a te megváltódnak és a te uradnak. Ő az, akivel, aki által Isten kifejezte a világ számára és az emberek számára az ő szeretetét. És hogyan fejezte ki Isten Jézus Krisztus által az ő szeretetét? Ez egy nagyon egyszerű dolog. Az embert Isten arra teremtette, hogy közösségbe jön vele. Hogy az ember Szerethesse Istent, és Isten szerethesse az embert. Ebbe beavatkozott útközben a bűn. A bűn elválasztotta Istentől az embert. És azt mondja Istennek a, az igéje, hogy a bűn zsolja a halál. És pontosan ezért nem lehet a bűnt büntetés nélkül leróni. De pontosan ezért kellett valami, ami ad nekünk mentséget a bűn alól arra, hogy tudjunk Istenek közösségbe élni. Mivel Isten egy igazságos Isten, ezért hozzá bűnösen nem mehettünk volna. És pontosan ezért Istennek megvolt a terve erre a helyzetre is. Elküldte az ő egyszülött fiát, hogy ő az életét adja minnyájunkért, akik bűnben éltünk. Minnyájunkért, akik bűnbe születtünk, és akik bűnt követtünk el. És nem mondd ezt nekem, hogy te még nem követtél el bűnt, mert minden ember úgy születik erre a földre bűnös természettel. Viszont onnantól kezdve, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztusnak a megváltását, és elfogadja az ő, elfogadja az ő kegyelmét, onnantól kezdve van lehetősége a bűn alól felszabadulni, van lehetősége közösségbe lenni Istennel, és megélni ezt a szeretett közösséget. Ha te szeretnéd ezt a mai napon, akkor nincs más teendőd, mint elfogadni Jézust megváltódnak, és királyodnak, és uradnak. Ha szeretnéd ezt megtenni, akkor megkérdezek tőled egy pár dolgot. Elhiszed azt, hogy Jézus Krisztus az élő Istennek a fia? Fontos, hogy ezt elhidd. Ennélkül nem fog működni a dolog. A második kérdésem. Elhiszed, hogy Isten feltámasztotta Jézust a halálba? Hogy Jézus nem csak meghalt, hanem harmadik napon Isten fel is támasztotta a halálba? Ez is fontos, hiszen hogyha ezt nem hiszed el, akkor nem fog tudni működni Istennek az ereje az életedben, és nem fog tudni működni a megváltás. Tehát pontosan ezért, hogyha ezeket hiszed, és a mai napon szeretnéd, hogy te megváltódnak Jézust, hogy hogy tudjál szeretet közösségben lenni Istennel, akkor mond utána ezt az imádságot. Drága Úr Jézus, ezen a mai napon elfogadlak téged Uramnak, megváltómnak és királyomnak. Én elhiszem, hogy te az élő Isten fia vagy, és hogy Isten feltámasztott téged a halából. A mai naptól kezdve téged foglak követni, szolgálni és szeretni. Az Úr Jézus nevében. Amen. Hogyha te ezt az imádságot most a szívedből mondtad el, és, és szeretnéd megismerni Istent még jobban, most én nagyon gratulálok neked, mert akkor mostantól Istennek a gyermeke vagy. Mi pedig fogunk neked segíteni abban, hogy Istennel tudjon kialakulni ez a kapcsolatot, hogy tudjon őt megismerni személyesen, hogy tudjad megismerni Istennek az igéjét, és ehhez kérünk téged, hogy vedd fel velünk a kapcsolatot, a videó alatt megtalálod az elérhetőségeinket, akár telefonszámot, akár e-mail címet, akár más elérhetőséget, nyugodtan kapcsolódjál, és fogunk neked segíteni abban, hogy megismerd azt a szeretetet, ami a mi életünket is megváltoztatta. Most pedig térjünk rá a mai üzenetre. A mai üzenetnek a címe Te vagy az ő dicsősége. Az Efézus 1.17-ből olvasom Istennek az igét. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek adja. Adjon néktek bölcsességnek és kijelentésnek szellemét az ő megismerésében. Pálaposta az efézusi gyülekezetért írt gyönyörű imájában a dicsőség atyának nevezte a mennyi atyánkat. Ez elég tanulságos. Nem azt mondja, hogy Isten egy dicsőséges atya, hanem azt, hogy ő a dicsőségnek az atya. Ez elárulja, hogy ki vagy te. Te a dicsőség vagy. Ez a te neved. Ha valakit János apjának neveznek például, akkor ez azt jelenti, hogy van egy fia, akit Jánosnak hívnak. Ha Isten a dicsőség atya, akkor te az ő fia vagy, akkor a te neved dicsőség. Azt mondhatnád, Kriszpásztor, ez csak egy feltételezés. Nem. Hogy hívták Jézust? A zsidó 1.3-ban azt olvassuk, hogy az ő dicsőségének fénye és személyének kifejezett képe. Jézus Isten dicsőségének a ragyogása. Ő Isten dicsőségének a megnyilvánulása. Jézus Isten dicsőségének testbe zárva. Az 1. János 4.17-ben azt olvashatjuk, hogy amint ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Minket a dicsőségévé alakítani része annak a feladatnak, amiért jött. A zsidó 2.10-ben ezt olvashatjuk. Mert illendő vala, hogy kiért minden, és kiáltal minden sokak, sok fiakat vezérelvén dicsőségre. Halleluja! Ezután a 2. Korintus 3.18-ban valami különlegeset olvashatunk. Mi pedig az Úrnak dicsőségét, az igében, mint tükörben. Minnyáján fedetlen arca a szemlélvén ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre. Figyeld meg, hogy Isten igéjét tükörnek nevezi, amint Jakab is írja Jakab 1.23-ban. Itt van azonban a legszebb rész. Amikor tükörbe nézed, magadat látnád. Nos, a 2 Korintus 3.18 szerint, amikor Isten tükrében nézel, Isten dicsőségét látod. Hogyan láthatod a tükörben Isten dicsőségét, ha te nem vagy Isten dicsősége? Minden jó tükör az előtte található képet tükrözi, vagy veti vissza. Ha a tükörképedet Isten dicsőségének nevezik, akkor amikor Isten tükrében nézel, Isten igébe nézel, akkor te vagy Isten dicsősége. Dicsőség Istennek. Ez egy rendkívül fontos dolog. Ha tükörbe nézünk, akkor azt látjuk, ami magunk előtt van. Tehát magunkat látjuk. Ezért, hogyha Istennek a tükrébe nézel, és Istennek a dicsőségét látod, akkor te ki vagy? Ezt Kriszpásztor sokszorosan nevezette. Te Isten dicsősége vagy ezen a földön. Amen. Nem kell, hogy tétováz, nem kell, hogy szégyenkezz, nem kell, hogy kudarcot vagy, mert te Isten dicsősége vagy ezen a földön. Amen amit szeretnének az emberek, Istentől ezen a földön, de annak a kiragyogása és megnyilvánulása vagy ezen a földön. Amen. Azt mondja Istennek az igéje, hogy ez a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. És miért várja ez a teremtett világ sóvárogva Isten fiainak a megjelenését? Pontosan azért, mert az Istennek a fiai, ők Istenek a dicsőségét tükrözik erre a földre. És ez a teremtett világ sóvárogva várja Istenek a jelenlétét. Sóvárogva várja Istenek a dicsőségét. És te vagy Istenek az az edénye, te vagy Istenek a fia, akit Isten az ő dicsőségének nevez. És nagyon fontos, hogy ennek a tudatában járjunk, hogy ne a, ne a szégyennek, ne a nyomorúságnak a palástját vegyük magunkra, hanem Isten dicsőségének a palástját vegyük magunkra. Amen. Kell, hogy ebben legyél benne, ennek a jelenlétében, ennek a valóságában éld az életedet. Nem kell, hogy azt lásd magadról, hogy te milyen kicsi vagy, hogy milyen nyomorult vagy, hogy mennyire elbánt veled sátán, mert téged nem nyomorultnak és szégyenkezőnek és szenvedő alanynak hívnak, hanem téged Isten dicsőségének neveznek. Amen. Ezért fontos tanulmányoznunk Isten igét, mert ha nem az igazságnak a tükrébe nézünk bele, nem Isten igéjébe nézünk bele, hanem belenézünk a világba, a világ azt fogja visszatükrözni, hogy te senki vagy. De amikor belenézel Isten igébe, azt fogod látni, hogy te Istennek a dicsősége vagy. Amen. És ezért fontos, hogy belenézünk nap, mint nap Istennek a igébe, hogy lássuk a mi valóságunkat. Nagyon fontos dolog, hogy onnantól kezdve, hogy valaki újjá született. A mai alkalommal is, amikor imádkoztunk az alkalom elején, amikor te elfogadtad Jézust, onnantól kezdve, hogy újjá születtél, átkerültél sátának a birodalmából, Istennek a királyságába. Onnantól kezdve, Hiába mutatja sátán, hogy mi voltál régen, te már nem az vagy. De ezért fontos, hogy a te elmédet és a te szívedet megtöltsd azzal, hogy Isten hogy lát téged. Amikor, amikor keresztényként olyannal tömjük az elménket, a szívünket, a füleinket, a, az életünket, ami nem Istenhez köthető, hanem ehhez a világhoz, akkor azt fogjuk elhinni, amit ez a világ mond. És ha azt hiszed el, amit ez a világ mond, akkor nagyon rossz úton jársz, drága testvérem. Mert ez a világ próbálja elhitetni veled, hogy te senki vagy, te nyomorult vagy, te beteg vagy, és, nem, és, és csak rossz vársz rád. De ez nem Istennek az igéje. Ez nem Istennek a látása, te rólad. Ez nem a te valóságod. Hiába próbálja az ellenség onnan a túloldalról mutogatni, hogy ő hogyan lát téged. Te már Isten királyságában élsz, és azzal kell foglalkoznod, hogy Isten hogy lát téged, hogy minek teremtett téged. Hiába mutogatja sátán azt, hogy mi voltál régen. Az óembered meghalt. A régiek elmúltak, és így újjá lett minden. Onnantól kezdve, hogy újjá születtél, és betöltek ezt szent szemmel, onnantól kezdve te Istennek a dicsősége vagy, és így neveznek téged ennek a tudatába kell járnunk, és ezért fontos folyamatosan elmélyülnünk abban, hogy Isten hogy lát minket. Amen. Hogy Isten hogy lát téged és engem. Különben nem fogunk tudni bátorsággal, erővel és hatalommal futni a pályánkat, amire Isten elhívott minket. Mert azzal leszünk elfoglalva, hogy vajon jó pozícióba vagyunk-e, vajon, vajon megfelelőek vagyunk-e. Isten nem csinál torszülött gyermekeket. Ezt fontos meg tudni megérteni. Ha Isten újjászült téged, nem egy torz hasonlása vagy Istennek. Tökéletes, fia és gyermeke lettél neki. Ezt, ezt értsd meg! Isten tökéletességre hívott el minket, és az, ő, és az ő fiaiként szült minket bele ebbe a dicsőségbe. És pontosan ezért nagyon fontos, hogy ismerjük ennek a valóságát. Amen. Így fogjuk most elmondani a megvallást. Isten élete és dicsősége bennem, és általam nyilvánul meg. Ezt mondjátok utána. Megtöltöm, és hatással vagyok a világomra az Úr jóságával, kedvességével, szépségével és kegyelmével. A dicsőség, amit látok, amikor tükörbe nézek, az igébe, az én valós énem. Halleluja! Így legyen egy csodálatos, Isten dicsőségével teljes napotok. Várunk benneteket szeretettel holnap reggel is, addig is pedig az Úr meg benneteket. Jó Isten népe, ébresztünk! Áldott teljes királyi papság és szent nép Isten népe, ébresztő!